A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Repülést kaptak ajándékba a Bonyhádi Idősek Otthonának lakói. Igaz, csak ketten szállhattak a felhők közé, de így is nagy volt az izgalom. Azt mondták, életük nagy élményét élhették meg. Míg az előkészületek zajlanak, nagy az izgalom a hangád előtt. Nem minden nap történik meg valakivel, hogy az égbe emelkedjen. Zsuzsa Zseni, az egyik utas azt mondta, 83 évenként egyszer ez is megtörténhet. Az idősek a karácsonyi ajándékként kapták a felejthetetlen élményt. Megpróbálunk mindig az időseknek, tehát hol az egyiknek, hol a másiknak. Tehát biztos, hogy az is fontos volt, hogy tehát fizikálisan tehát képes legyen arra, hogy ide el tudjuk hozni, és hogy fel tudjon ülni a repülőre. De tavaly egy másik programon vettek részt, egy wellness programon az idén, tehát ez sikerült végül is lehetőség, tehát mindig mást próbálunk a dolgok közelébe helyezni. Zsuzsa néni és Marika néni családtagjai gyűlőjében és a többi idős biztató tekintetének keresztüzében várta a nagy pillanatot. Aztán kinyílt a gép ajtaja, és bár a beülés nehézségekkel járt, kezdetét vehette a nagy utazás. Teljesen egyszerű a motiváció, igazából az aktivitás megőrzése a cél, tehát hogy a mindennapokat tartalommal töltsük meg, és a mindennapos foglalkoztatás mellett igyekszünk egy-egy olyan programot vagy lehetőséget becsempészni, ami annak ellenére, hogy most jelen esetben kettő lakónak van lehetősége részt venni a programon, többen elkísértek, tehát az élmény az részükről is átélhető, megélhető. Többen otthon várják a beszámolónkat, úgyhogy az is igaz, hogy néhány lakónak annyi jut a történetből, hogy a többiek örömét lesz képes csupán átérezni, de ezek hatalmas dolgok, és azt hiszem, hogy nagyon fontos része a munkánknak. Előtte való időszakot meghatároz, és az utána következő napokat hosszasan. Tehát amíg kielemezzük az élményeket, átéljük újra. Fontosnak tartjuk azt megmutatni, hogy az időskoruk ellenére a társadalom aktív és hasznos tagjai, tehát a részvételük, a szerepvállalásuk, igyekszünk lehetőséget biztosítani rá, hogy a lehető legteljesebben éljék meg, annak ellenére, hogy ugye intézményben élnek. Alig negyed óra múlva a gép földet ért, és Zsuzsa néni és Marika néni boldog örömmel érinthették újra a talajt a talpuk alatt. Jó napot kívánok! Láttunk mindent, de néha nehezen tudtuk meg beazonosítani. Igen, hogy most ez falu, vagy ez vagy egy szexárd. Szuper, jó. Nagyon jó. Nem tudom kiválasztani a legszebbet, mert minden szép volt. Nagyon szép volt, hogy lenéztük a házokat. Mondjuk a tó fölött, amikor elmentünk, nagyon szép volt nekem, mindegyik tetszett nagyon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ezen a szép napos időn. Köszönjük! Csökkentenék a munkanélküliséget és segítenék a vállalkozókat. Erről beszéltek a vállalkozói kerekasztal résztvevői Bonyhádon. A kerekasztal tagjai a Tolna megyei foglalkoztatási paktumban rejlő lehetőségekről osztották meg tapasztalataikat egymással. Amikor több cég vagy szervezet fog össze a munkahelyek bővítéséért, akkor látható, hogy egy adott környezetben nem alakul minden jól a munkahelyek és a munkavállalók terén. Tolna megyében az országosnál is magasabb a munkanélküliségi ráta. Ennek érdekében hozta létre a Tolna megyei kormányhivatal, a Tolna megyei önkormányzat, a Kékmadár Alapítvány, valamint a Tolnáért, Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projektet. A 2016-ban indult projekt céljai közé tartozik egy olyan képzési és foglalkoztatási program létrehozása, amely a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, valamint az elhelyezkedéshez járul hozzá. Bonyhád feladata a paktumiroda működtetése, fórumok, egyeztetések szervezése, együttműködések kialakítása, a projekt résztevékenységeinek végrehajtása.
A program támogatja a kis és középvállalkozások munkaerőigényeit, valamint támogatást is nyújt a pályázatok keretében. Erről már Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője beszélt. Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt feladatának tekinti a megyei vállalkozásoknak a fejlesztését. Ehhez kapcsolódóan egyfajta meghatározó szolgáltatásként pályázati tanácsadás és pályázat készítés, illetve az elszámolásoknak az összeállítása jelentkezik, mint feladat, illetve mint nyújtott szolgáltatás. A mostani rendezvények alkalmával három pályázati lehetőségről fogok említést tenni a vállalkozásoknak, gyakornoki pályázatról, illetve foglalkoztatást ösztönző pályázatokról, ahol munkahelyenként 2 millió, illetve 2 millió 400 ezer forint visszanemtérítendő támogatás is igényelhető. Most jelenleg ez a két pályázat nincs nyitva, de hamarosan újra megnyitásra kerül, és a gyakornoki pályázat pedig kifejezetten a fiatal vállalkozók, egy fiatal pályakezdőknek a munkába állítását, vagy a munkába helyezését támogatja, egy bértámogatásra, bér- és járulék-támogatásra kell gondolni, és ezekhez a pályázatokhoz kapcsolódóan eszközfejlesztést is végre tudnak hajtani a vállalkozások. Varga Stadler Gábor, a megyei Paktumiroda vezetője arról beszélt, hogy a projektjük célja a munkanélküliek minél előbbi munkába állítása és a munkahelyek vonzóbbá tétele. Ezt pályázatokkal is támogatnák, amik keretében fejlesztenék a munkahelyeket. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja azt mondta, hogy a mai rendszerben nagyon fontos, hogy a duális képzéseket támogassák, valamint a vállalkozókkal való szoros együttműködést is kiemelte, mint fontos változást a szakképzési rendszerben. Az egyik témánk az a szakképzési rendszerben várható változások. Ennek ugye egyik témaköre az már gyakorlatilag megtörtént, hiszen a kancellári rendszer felállt és kialakult egy duális képzési vezetési szerkezet a szakképzési centrumokban. Ennek kapcsán a feladatok is változtak és változnak folyamatosan. Az egyik jelentős változás, hogy a kancellárok feladatkörébe tartozik a vállalati kapcsolattartás, és ennek egyik fóruma lehet mindig a vállalkozókkal való kapcsolattartás, ami nekünk a duális képzés szempontjából nagyon fontos. Alapjában véve, ami a vállalkozókat is érinti, és ami a gyakorlati képzést, a duális képzést érinti, ott elsődlegesen egy nagyon jelentős változásként jelenik meg az, hogy mindenképpen megyünk a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása irányába. Ugye ez azt jelenti, hogy a szakképzési centrumok, illetve a tagintézményei képzési kínálatát úgy szeretnénk átalakítani, hogy előzetesen felmérjük a vállalkozások, cégek igényeit, és amilyen igényekkel ők jelentkeznek, abban az irányból fogunk mozdulni feléjük. A Tolna megyei Foglalkoztatási Paktum a terület és településfejlesztési operatív program keretében jött létre. A Bonyhádi Járási Foglalkoztatási Paktum 162 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerőpiaci reintegrációját valósítja meg 250 millió forintból. Kína szokatlan, egzotikus, rejtelmekkel és sztereotípiákkal teletűzdelt világába látogatott el Máté Réka. A magával hozott emlékképekből nyílt kiállítás a Vörös Marti Művelődési Házban. Mindig ahányszor csak találkozunk, mosolyog, segít és fényképez. Ez nála élethivatás és szakmai szükségszerűség. Otthonról hozta a pillanat megörökítésének fontosságát. A világ számos pontját bejárta, és élményeit mi mással, mint fotókkal megosztotta az érdeklődők között. Máté Réka ezúttal kínai barangolásainak emlékeit hozta el, és állította ki. Hogy milyen Kína? Érdekes, szép, más, hogy így szavakban fejezzem ki. Sok látvány is van, de inkább a benyomások voltak. Nem is biztos, hogy mindig a látvány, hanem sokszor a hangulatok, az érzések, amiket keltett bennem egy-egy dolog. De mindenképpen fényképező, objektívre termett látnivalókat láttam. Tehát ez az egyik kedvenc kép, ami igazából a ruhámon is látható. Ez Jiangsuban készült. Egy kisebb településen, és az volt benne nagyon érdekes, hogy napközben ugyanazon a folyón még hajókáztunk, illetve bambuszt utajoztunk pontosabban, ugyanazon a folyón este színházi előadás volt, sőt a helyiek adják ezt az előadást. Magát a színházi jeleneteket, a koreográfiát az az ember készítette, aki az olimpiai élőképet is adnak idején.
és a helyi emberek ezt betanulták, tehát ők nappal kétkezi munkások, vagy éppen tutajozók, és este pedig előadnak. Másképp képzeltem el a kínai embereket, és a kínai dolgokat, termékeket. Tehát mi itt vagy Magyarországon egész más gondolunk szerintem a kínaiakról, pont azért, mert itt másként jelennek meg a Kínából érkező dolgok és a kínai emberek. Ott teljesen más láttam. Hazahoztam közel 3000 képet, ez biztos, mert ezt tovább tudom adni. Hazahoztam sok pluszt, sok új ismeretet, tehát nekem nagyon fontos, hogy bárhova utazom, rácsodálkozzak, és ne kritizáljak, ne összehasonlítsak igazából, hanem befogadjam, amit ott látok. És így rengeteget hoztam haza, elmondhatom, hiszen nagyon sok helyen voltunk a két hét alatt, és annyi mindent láttam, és ez mindig olyan plusz, hogy én meg is tudom örökíteni és elhozni képen is. Ez a kép Pekingbe készült az éjszakai piacon, természetesen még nem volt éjszaka, így látszik a képen is, és az volt érdekes, hogy itt az illatok már olyan hatást keltenek, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy szeretne enni, vagy nem szeretne enni, vagy szabad enni, vagy nem szabad, mert ugye az utcai evéstől mindig az ember egy kicsit tart. Megkóstoltuk azért a sült tücsköt is, nem mondom, hogy rossz íze volt, de olyan különösen volt. Az ételekről egyébként annyi, hogy nagyon-nagyon csilisen, csípősen főznek, ami nekem elég nehéz volt, mert annyira nem szeretem a csípős, de ezért mindig találtam valami ehetőt. Két naponta új helyre repültünk, és így akkor a Kína, hogy még a belföldi repülés is mindig legalább másfél óra volt egy repülőút, tehát rengeteget, nem számoltam össze kilométerbe. A Loyangba, ahol a helyi kisebbség rizst termeszt, és az az érdekessége például, hogy itt a rizsnek annyira alacsony az ára, hogy ők ebből nem tudnának megélni, tehát az állam támogatja őket abban, hogy azért termesztenek rizst, hogy ide vonzzák a turistákat. Tehát igazából itt vannak ilyen bazársorok, vannak éttermek, hogy abból van nekik bevételük, és ide vonzzák a rizsfölddel a turistákat. Első Béla király sírhelyének holléte már évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat. Az ásatások kisebb-nagyobb reményt adtak az évtizedek alatt. Legutóbb a Szekszárdi Vármegyeház felújításának idején kutatott a területen Vízi Márta régész, aki kutatásainak eredményeiről számolt be a Völgységmúzeumban. A régészeti feltárások segítenek megismerni egy-egy már elfeledett kor, hely vagy személy korábbi történetét, felidézni emlékét. A Szekszárdi Vármegyeháza és a bélatéri kutatások korábban egy középkori apátság falmaradványait tárták fel. A leletanyag köthető volt a Szekszárdon elhunyt uralkodóhoz, Első Béla királyhoz. A tér és az épület rekonstrukciója során Vízi Márta vezette 2008-ban a kutatásokat, melyeket publikált többek között a Szekszárd történetét bemutató könyvében is. Most a bonyhádiaknak tartott előadást az ásatásokról és a király esetleges nyughelyéről. Akkoriban biztató jeleket mutatott a kutatás. Az Első Béla uralkodónk sírja, illetve annak a helye, mondhatjuk azt is, hogy évszázadok óta izgalomban tartja
a város lakóit, és időről időre felreppennek olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy na, és akkor mindjárt megtalálják uralkodónk sírját. Korábbi feltárások során a vármegye háza alatt már korábban feltárt apátsági templom falszakaszai bizakodásra adtak okot a kutatóknak, hogy esetleg megtalálják első Béla király sírját. A vármegyeháza északi falából, ugyanis az apátsági templomba irányulóan két falcsónk bújt elő, és az ásatások során akkor nem volt lehetőség arra, hogy a vármegyeház alatti területet megkutassák. A döntés nyomán, illetve a hatástanulmány nyomán indult meg az ásatás, és ennek eredményeképpen előkerült egy kápolnának a maradványa. A kápolna azonban nem a korábban feltételezett első Béla kori, tehát Árpád kori kis templom volt, hanem egy jóval későbbi gótikus építmény. Ez vadonatúj eredménynek számít egyébként, és a szekszárdi lakosok megismerkedhettek a vármegyeháza területén a földszintjén lévő kőtárban ezzel az építménnyel, de ezzel még nyitott maradt a kérdés. Nem volt reménytelen a dolog, ugyanis a kápolna körül és kint a téren is egy árpádkori temetőnek a sírjait tártam föl. És ehhez tudni kell, ugye, hogy az árpádkorban és még egy jó darabig általában a templomok, a település temploma köré kellett temetkezni, amit aztán egy fallal vettek körül. Bármilyen sok munkát és bármennyi sok sírt is föltártunk mi a ma Béla király téren, sajnos nem sikerült, nem volt lehetséges a temető teljes terjedelmét megvizsgálni. Többek között azért, mert ugye egyrészt a rekonstrukciós munkák nem terjedtek ki oly mértékig a tér egészére, hogy ott ezt végig lehessen követni. Másrészt pedig a temetőre ráépült egyébként a mai vármegyeháza. Tehát azt is feltételezhetjük, vagy azt is mondhatjuk, hogy akár azon a részen is lehet ez az egykori kis templom. Még további problémáink is vannak azonban ezzel a kérdéssel. Ugye első Bélát azért temették el ebbe a kis templomba, mert halála olyan váratlan volt, hogy addigra nem készült el az által alapított bencés apátságnak a temploma, és ugye a megszenteletlen, még félkész épületben nem lehetett az uralkodót eltemetni. Tudjuk azonban, hogy ebben a korszakban szokás volt az, hogy az uralkodót általában abba a templomba temették el, vagy abba a székesegyházba, amit ő alapított, és ha a haláleset nem úgy történt, hogy éppen annak a közelébe lett volna, akkor a testet egy későbbi időpontban átszállították. Na most olyan kevés történeti forrás maradt fönn erről az eseményről, vagy erről a dologról, hogy mi is van az uralkodó sírjával, hogy igazából nem tudjuk mind a mai napig, hogy valójában, ugye úgy mondják ezt szakszóval, hogy felemelték-e a testet, készült-e egy valóban díszes síremlék a mi apátsági templomunkban, esetleg máshova szállították-e el, vagy tekintsük azt ténynek, hogy a felszentelt templomba, egy alkalmas időpontba, egy díszes sírhelybe áthelyezték az uralkodót, akkor sem tudjuk azt, hogy az idők viharai során, itt éppen a török korra gondolok, hogy mi történt ezzel a sírral. Az ásatások óta eltelt már 11 év. Első Béla király sírhelye azóta is ismeretlen a történészek és a történelem iránt érdeklődő emberek számára. 154 tanulójától búcsúzott a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, akik elvitték szívükben a diákkor élményét, és remélhetőleg mindazt, amit iskolájuk az elmúlt évek alatt beléjük plántált. A ballagás megható pillanatai után az írásbelin is túljutottak a héten a végzősök.
Ők 154-en már fél lábbal az iskolán kívül vannak, abban a reményben, hogy boldog felnőttek lesznek, akik tarsójukba a pogácsa és a bor mellé összegyűjtött milliónyi emlékkel és tudással, melyet ez a 4-6 év alatt összegyűjtöttek, majd megállják helyüket az életben. Most még az öröm és a bánat pillanatait élik felváltva, sírnak és nevetnek. Vége a gyerekkornak, és vége az iskolás évek egy meghatározó időszakának. A pillanat hamar elillan. Minden hullékony az emberi életében. A fontos az, hogy mit tudunk megőrizni ezekből a pillanatokból. Gimnáziumi éveink elején szinte gyermekek voltunk. Azt mondják, ez a pár év, ami 12-14 éves gyermekből felnőtté válunk, a legmeghatározó szakasz az emberi életben. Ekkor változunk a legtöbbet. Formálódik személyiségünk, érdeklődési körünk. Ebben a munkában hatalmas szerepe van a nevelésnek. A rászót ezenbe átadom, tiszteletre őrizzétek meg! Mi csak reménykedhetünk abban, hogy ezek a magok majd jó földre fognak hullani, és sok termést fognak hozni. Együtt, közösen. Most 154 kis csemetét engedünk útjára, aki már nem is olyan kicsi, hiszen elég végignézni rajtuk, fiatal hölgyek és urak, akik itt most egy másik évre átjöttve lassan lesz egy ilyen csüvekkeltető melegbe, állnak fegyelmezetten is, hallgatják a beszédeket. Igen, néztem a 11-12. évfolyamos beszédeknél az arcokat. Nem sokat mosolyogtatok. Ti is így gondoljátok, hogy a családból, az iskolából kaptatok, megítettetek annyit, hogy az elkövetkezendő időben ez elég legyen. A ballagás idején a diákok megválasztják a legjobb pedagógust is. A döntésetek alapján 2019-ben az év tanára Nász Gyöngyi tanára. Aztán vége. Még néhány közös pillanat, és mindenki elindul a maga útján, hogy elvigye a Petőfi emlékét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!